A Romániai Magyar Közgazdász Társaság idei vándorgyűlésére Marosvásárhelyen kerül sor. A 24. szakmai találkozó mottója: tudás, megújulás, jövő. A háromnapos rendezvényen lesznek plenáris előadások, tematikus szekciók és műhelymunkák, ahol szakértők segítségével lehet majd áttekinteni vonatkozó kérdéseket, témaköröket, illetve lehetőség adódik kapcsolatteremtésre, tudományos és üzleti tapasztalatcserére. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság évente megtartott szakmai rendezvényének részleteit ismertették ma a szervezők kolozsvári sajtótájékoztatójukon. Mint elmondták, idén a vándorgyűlés középpontjába a kis- és középvállalkozások versenyképessége fejlődése kerül, mivel ezen intézmények kulcsfontosságú szerepet töltenek be a gazdasági stabilitás megerősítésében és biztosításában. Nagyon színvonalas előadóink lesznek, érdekes témákban fognak előadásokat tartani. Ezen kívül a többi résztvevővel kapcsolatokat építhetnek, a fontosabb trendekről beszélhetnek. Igazából az erdélyi magyar közgazdás szakmának a legfontosabb, legnagyobb értekezési fóruma. Az RMKT az esemény szervezésében oktatási intézményekkel működik együtt, idén a Sapientia MTA partnerük, az egyetem Marosvásárhelyi kara ad otthont az ülésnek. Az október 9 és 11-e között sorra kerülő szakmai találkozóra a Kárpát-medence minden részéről mintegy 300 résztvevőre számítanak. A közgazdászok mellett vállalkozók, a témában érdekeltek és diákok is részt vehetnek.